Megvárja Andic szép türelmesen a többiek helyezkedését. Botis emelkedett a legmagasabbra, és aztán egy nagyon jó kis lövés volt. Nikolic lőtte rá a labdát. Jó 2-3 méterre a 16-os vonala mögé helyezkedik a sorfal. Na nézzük, 14. perc. Andic lövi rá a labdát, Kemenes fogja. És ott a nagy lehetőség, lecsorgó labda, a gólvonalról sikerült kivágni a Honvéd védőinek. Debreceni, Nikolic lőheti rá, illetve Álves volt az, mellé lőtte. Danilo kéri el és kapja meg itt a jobb oldalon. Andic már ott van vele szemben, jön Polonka is segíteni. Takács nem engedi ki a labdát, befelé cselezget vele, Takács még mindig ellövi éleszögből, nem volt ez veszélytelen. Bozsovics egy pillanatra döbbenten nézte a labdát. Farkas picit hosszan szöktette magát, aztán már csak estében próbálta volna jó helyre irányítani. Abbasnak magas, de még megy érte, és Andic elé be tud lépni. Andic rosszul helyezkedik, Abbas egyelőre nincs középen senki, így aztán éles szögből vállalt el Abbas, Bozsovics lábbal mentett. Takács bedobását látjuk. Ruhani fejeli be, Abbas nem tud ráfordulni, és Danilo góljával megszerzi a vezetést a Honvéd a 7. percben, a 2. félidőben. Elaludt a videóton védelme, Danilo pedig lecsapott a labdára, és villámgyorsan bebombázta a labdát Bozsovics kapujába. Takács bedobása, Ruhani megcsúsztatja fejjel, Abbas is hozzáért, és aztán Danilo robban be középen. Bozsovics pedig kidühöngheti magát, erről a kapus nem tehetett, annál inkább viszont a videóton védelme. Hajdú, Danilóhoz kerül, Danilo még mindig meg tudja tartani, és ott a második. 2-0-ra vezet a Honvéd, és megint Danilo a gólszerző. Hát ez kitűnő kezdés a második félidőben a Honvédtól. Már úgy nézett, hogy Danilótól elpattan a labda, de nem. Itt tekeri Hajdú. Itt úgy nézett, hogy Danilo hosszan veszi át, de nem tudott felszabadítani a videóton védelme, és nagyon okosan elrúgta a bal sarokra a labdát. Danilo, Bozsovics vetődött, de nem érte el. Ezt nem hiszi el dr. Mezei György sem, hogy ilyesmi megtörténjen. Nagyon jó tömörül a Honvéd. Álves, Lázáré. Lázár ellövi, és aztán a rövid felsőbe tartó labdát Kemenes kiüti szögletre. Elek. Jó fordítás volt. Andic megforgatja Takácsot, Andic még mindig, Debreceni rúgja ki. Egy nagy lövés, de nagyon-nagyon mellé. Elek. Andic. Kemenes. Mutumba elől ütötte el a labdát. Botis Kemenes lent maradt közben, mert Mutumbával ütközött, de a játékvezető úgy dönt, hogy letelt a 3 perc, vége a mérkőzésnek. A forduló nagy meglepetése, hanem a legnagyobb. Videótól Honvéd Danilo 2 góljával 0-2. Taktikailag majdnem tökéletes meccset játszottunk, nem adtunk túl sok lehetőséget a videótonnak. Az első fél időben volt egy-két lehetőségünk, ami akkor kimaradt, de a második játék részben nagyon jól kontrasztunk, kétszer betaláltunk, és megérdemelten nyertük meg a meccset. Kitűnően bekelt a Honvéd, és jó kontrázott, de végül is két lepattan a labdát bevertek, és elvitték a 3 pontot. Hát egy ilyen 8-9 emberre védekező csapatot nagyon nehéz megverni. Real Madrid nem tudott egy harmadosztályú csapatot a közelmúltba így, hát persze nem ment minket föl semmi alól, de hát marha masszívan, agresszívan védekeztek.